A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkor a hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteredett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az. Egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ. Belenyomta ismét a vízbe a hálót. S hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Nos már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízben, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, de a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten, jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szélvetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát,
Ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot. Mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. De hogy kevesen lette az 1000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak, hallod, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kérne mérnünk az aranyat, hány véka lehet? Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Nos ám, de véka nem volt a háznál. Nos, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász, most megtréfálnak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát ez hogy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott. Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt, 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is amondó vagyok, feleség. Azzal utcú neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, és ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot.
Hey, uram Istenem, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, szaladt világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.